Hát igen, végre megjött a jó kis Steam Deck. Nézzük, hogy mit rejt a doboz. Jó, megpróbálok majd így egy kézzel bénázni. Félre rakjuk a bökőt. Hát elég nagy ez a doboz egyébként. Annyit érdemes tudni egyébként, hogy ezt tavaly novemberben rendeltem meg. Úgyhogy még csak most érkezett meg sajnos. De hát ez van. Egyébként előrébb hozták, mert hát, körülbelül akkor kellett volna megjönni egy év végén, október-november környékére. Úgyhogy nagyon boldog vagyok. Wow. Hollandiából küldték, tehát Hollandia, Németország és úgy Magyarország jött. Na, kapunk egy ilyen kis útmutatót. Ja, nyilvánvalóan fel kell töltenünk, az oké. Okay. Van benne egy ilyen kis wall doboz. Gondolom ebben van a töltő, meg minden egyéb. Mindjárt mégis kell a bökő. Egy kézzel. Ez kemény vagyok. Jó. Igen, ebben van a töltőadapter. Nagyszerű. És itt van a csodám. Ó, igen. Ez a legjobb érzés, mikor egy új kütyű jön, olyan vagy, mint átnéz kisgyerekbe, hiába vagy 40 plusz, akkor is így van. Jó, ezeket szépen visszadok, pakoljuk. De félreteszem. Wow. Na, mindjárt kicsomagolom. Na, egyébként, amit mutatni akarok, tehát nem elég, hogy kapunk egy impozáns tokot, tök jó minőségben, le volt plombázva a cipzár, tehát ezt előttem senki nem bontotta ki. Jó? Ez megy bele szépen a dobozba. És kinyitjuk. Egyébként nagyon jó az atok. Brutál. Meg brutál nagy. Tudom, hogy mindenkinek ez a legelső reakciója. Mert már néztem, nem egy ilyen unboxingos videó, de... Oh, fuck. Ekkora dög vagy te. Hát azért féltem, hogy most milyen lesz ezzel a játék, de... Hát... Ha van egy kijelzője. Na, hát igazából így ennyi. A doboznak itt még van egy ilyen kis, illetve a tokjának ilyen kis tartója. Gondolom, hogy a kezedbe tudod vinni, meg ilyen kis füle. Vagy hát nem tudom, de meg be tudsz rakni mindenféle kijelzőt. Hát ez mocsok jól néz ki. Ez tök jó. Itt van a kis Steam-ikon. Jó, majd mindjárt meg fogjuk nézni. Bekapcsolva is. De hát gondolom... Ott is vannak jó kis gombok. De hát gondolom még neki áll majd frissíteni. Ott a hangerő, jack dugó, az ott a töltő, bekapcsologom. Ott van egy, szerintem az ott a légi áramló. És itt vannak elől egyébként a hangszórók is. Illetve van itt egy ilyen jó kis tapipadunk. Egész jó. Ez tök jó. Súlyra egyébként annyira nem vészes, tehát szerintem két kezzel lehet majd legjobban érezni. Na, oké. Na, nézzük a bekapcsolást. Csak ne remegne ennyire a kezem.
Hallatszódik a ventilátor. Az üvan hangja. Nem tudom, ti mennyire halljátok. Meg itt jön ki a levegő is. Welcome! Na, azt hittem, már nem kapcsolsz be, kis haver. Oké. Okay. Na, keresjük meg szépen a magyar nyelvet. Ecsőn van minden román. Jó, tudom. Kiveri a szem. A select. Alaszka, hegyvidéki idő. Greenwich, Közép-Európa, az lesz a miénk. Oké. Okay. Most egy kicsit azt nem mutatjuk, bár nem gondolom, hogy... Ugye a kijelző az... Jó kis érintős. Na végre, sikerült. Ja, igen, frissítés. Jó van. Szerintem a legközelebb videó majd az lesz, amikor már be lesz üzemelve rendesen, tehát így gondolok itt egy gameplay-ekre, minden másra. Így a kicsomagolós, ennyi elég. Nem tetszik egyébként. Tök jól néz ki. Nagyon adja. Azt tényleg, hogy batár. Tehát brutál kíváncsi vagyok, hogy hogy fog majd működni a játékok alatt. Illetve még az ilyenekre, mint az akkumulátoridő. És a többi, és a többi. Hangja az van, viszont. Itt dolgozik a venti. Fújja ki szépen a levegőt. Ja, brutál nagy. Jó. Jó, most kacok, hát most így egyelőre ennyi, mert most neki kell szépen tölteni, frissíteni. Ez egy fél nap, mint ahogy írták. Úgyhogy nem is biztos, hogy ma lesz ebből valami. Úgyhogy hát én köszönöm szépen, hogyha ezt így megnéztétek. Na majd jövök még ezzel a kis kütyümütyűvel. Csumi.